69 milliárd forintos hazai forrásból országszerte 444 kilométer főúti és 119 kilométer mellékúti szakasz újul meg. A támogatási szerződést március 1-én kötötte meg Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Nemes Nagy Tibor a magyar közút vezérigazgatója. A felújítások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érintik a 4-es, a 381-es és a 471-es számú főutakat, továbbá az Újfehértó-Nagykálló összekötő út egy szakaszát. A megyében több mint 45 km hosszan, mintegy 5,43 milliárd forintból újulhatnak meg a Magyar Közút Napafit ZRT kezelésével lévő országos közútszakaszok. Nyírbátor térségében több szakaszon várható útfelújítás, körforgalmakat építenek majd annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés a 471-es számú főúton, például itt Nyírbogát központjában is. A 471-es főútvonal egy helyen ér véget, az Nyírbogát, és ott az egy nagyon balesetveszélyes csomópont, ott kerül kialakításra, bruttó 140 millió forintból egy körforgalom, és a másik körforgalom kialakítás az itt, ahol állunk, az Édesanyák útján, Nyírbátorban fog megvalósulni, illetve ide 200 méterre a Füveskert utcán, a Császári út és a Füveskert utca találkozásánál, ugyancsak a 471-es főútvonal rekonstrukciója keretében. Ezek a felvételek Nyírbátorban készültek, a 471-es út tényleg veszélyes, az elmúlt 15 évben több száz baleset és több mint 30 halálos baleset történt itt. Írtózatos nagy forgalom van ezen az utca szakaszon. A két körforgalom megépítése és a közöttek lévő szakasz felújítására már régóta várnak a helyiek, éppen a nagy forgalom és a nagy kamionforgalom miatt is. A fejlesztések érintik az Újfehértót Nagykállóval összekötő út egy szakaszát is. Itt az útburkolat tele van kátyukkal, ez kárt tehet a járművekben, ám a helyiek elmondása szerint a burkolat rossz minősége a turizmusnak és a gazdaságnak is okozhat hátrányt, ezért várják a környékbeliek az út felújítását. Újfehértó határában van a vállalkozásunk. Nem mindegy, hogy a partnereink milyen útviszonyok közepette keresnek meg bennünket, illetve, hogy mi milyen úton szállítjuk a partnereknek a termékeinket. További fejlesztések lesznek a 4-es számú főút Fényeslitke Komoró Tuzsér felőli szakaszánál is, valamint a 381-es Kisvárda és Tiszakanyer közötti részén.